Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő püspökatyánk, kedves paptestvérek, kedves szerzetes testvérek, rendtársaim, kedves nővérek, a gyászoló család, akik már évtizedek óta itt Pécsett átölelték egy fiatal hivatásnak a csíráját, és aztán utána ő, mint pap, viszonozta ezt az ölelést az ő szeretetével. Akik itt jelen vagyunk, szinte mindannyian tudjuk, hogy a Szikla templomban csütörtökönként este 6:30 többen gyülekeztek zsongoratya ima órájára. A szemlélődő ima útjainak végéhez ért zsongoratya. Minden út lezárul valahogy. Ennek az útnak a végén Isten áll. Hogy ő vele találkozik, ebben biztos vagyok. Magam sem szeretem, amikor valakit egy temetési szertartásban szenté avatnak, nem is ezért beszélek erről a találkozásról, hanem azért, mert Krisztus Urunk itt maradt velünk, találkozhatunk vele életünk minden eseményében a szentségeken keresztül, így a betegek szentségén és a szent útravalón keresztül. Ebben a találkozásban hiszek, és ebben a fenséges találkozásban hitt zsongoratya is. Ezért akarta mind jobban megismerni Istent, és erre az ismeretre akart tanítani másokat is. A szembeszédeivel, a lelki vezetetjei és a gyontatások alkalmával. Dániel próféta könyvéből hallottuk. Akkor az Isten ismerők ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt. S akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Máramaros szigeten született, amire mindig büszke volt. Épp úgy, mint pécsi gyökereire, ahol általános és középiskoláját végezte. A pécsi katakombak cserkészet tagja, a kicsi szarvas. Később, mint zsongor fedőnével lesz fiatal vezető. Ezt a nevet viszi majd magával, amikor titokban belép a pálos rendbe. A Székesfehérvári Egyházmegyébe jelentkezett kispapnak. Teológiai tanulmányait elvégzi, pappá szentelik. Dogmatikából ledoktorál, majd elkezdődik a lelkipásztori munka, előbb káplánként Budafokon, majd Székesfehérvárott püspöki titkár és szertartóként. Életének meghatározó része az országos liturgikus tanácsban végzett munka, amelynek gyümölcse a fokozatosan megjelenő liturgikus könyvek és a zsolozsmás könyv lett. Pilis Borosjenőn plébánosként, a rendszerváltás időszakában a pálosrend újraindulásakor pálos szerzetesként előbb a pécsi, majd a budapesti kolostorban szolgált, a Szikla templom igazgatója is volt. Pálos szerzetesként a halásztelki plébánia vezetője, majd ismét haláláig a Szikla templomban szolgál. Egy évig a Magyar Cserkész Szövetségen belül működő Táborkereszt katolikus cserkészek közösségének országos papi elnöke. Úgy gondolom, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természeti sóvárogra várja Isten fiainak megnyilvánulását, hallottuk a rómaiakhoz írt levélből. A pálosrend történetének fáradhatatlan kutatója volt. Az egyetlen magyar alapítású rendnek a szellemiségén és történelmén keresztül akarta mind jobban megélni Jézussal való személyes kapcsolatát. A pálosrend
Talán azért is maradt meg az évszázadok forgatagában, mert Boldog Özséb atya a Szent Kereszt oltalmába ajánlotta az első kolostorunkat, és így valahol az egész rendet. A pálosok sokat szenvedtek, ezért hagytak maradandó nyomot a történelem folyamán. Zsongor atyával erről többször beszélgettünk. Úgy tűnik, hogy Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy a szenvedés kelyhéből ihasson, megtette. Be kell vallanom őszintén, ezt nagyon jól csinálta. Soha nem panaszkodott, és élete végén is átkarolva a keresztet tudott elmenni. Szép halála volt, olyan pálosos, olyan papos. Mintha tényleg teljes egészében tisztában lett volna azzal, hogy az eljövendő dicsőséghez ez nem mérhető. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az ember műveli, formálja önmagát, de igazán Isten az, aki alakít. Talán nem kell más tenni, mint átadni neki a vezetést. Jó pár évet éltem vele egy közösségben. Tiszteltem, mint idősebb testvér, de azt hiszem, jól megértettük egymást. És ebben ott éreztem Isten titokzatos kezét, ahogy nagyon finoman vezette őt, hogy általa megmutatkozzék a szelíd és alázatos szívű Jézus. Az utóbbi hónapokban egyre nehezedő iga és teher, a betegség alattomos terjedése valahol mégis tényleg szelíden és édesen mutatkozott meg a kegyelem által. Most már felüdíti őt az Úr az út végén. Nem sokkal halála előtt egy könyvet adott nekem, hogy az új kolostorunkba, Hargita fürdőre vigyem majd el. Thomas Merton, a Hét lépcsős hegy című önéletrajzát. A szemlélődő ima útjainak végén az ő gondolatait olvasom fel. Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele, ami neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el magamtól, sem az örömöket, sem a nehézségeket, amelyeket beleszőttél az életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó, mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg. Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba, akkor majd felgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a te dicsőségedre lobogjon, csak azért éljek. És töltsd be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethesselek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség vagy az erény szentségéért, hanem egyedül te érted, Istenem. Amen.